Most pedig határvédelemmel kapcsolatos információk következnek. A szerbiai nyitott befogadó táborok közelében állandó rettegésben élnek a helyiek. Azt mondják, lassan úgy érzik, a migránsok többen vannak, mint ők. A Belgrád melletti Obrenovácon és a vajdasági Zomborban járt az MH stábja. Mindkét településen több mint 5000 migráns tartózkodik. Több mint 600 migráns tartózkodik jelenleg is a Belgrád melletti Obrenováci menekült befogadóban. A tábor nyitott, így egész nap kibemászkálhatnak a migránsok. A helyiek arról panaszkodnak, hogy évek óta nem érzik magukat biztonságban. Csoportokba verődve közlekednek az utcákon. Este felé nem merjük egyedül kiengedni a gyerekeinket, mert 10-20-as csoportokban sétálgatnak. Nem kötelesek visszamenni este 10 órakor a befogadóközpontba, pedig az jó lenne. Egész éjszaka közlekednek az utcákon, hangoskodnak, isznak. Az itteni parkban a gyerekek már nem játszanak, mert ha jó idő van, ők elfoglalják és itt ücsörögnek egész nap, mesélte egy hely. Ez egy elhagyatott gyárcsarnok, amit elfoglaltak a migránsok. Sokan ugyanis nem akarnak a hivatalos befogadóközpontba menni. Egyikük elmondta, hogy legalább 50-en élnek itt, 25 napja érkeztek. Nyugat-Európába akarnak menni. A már ott lévő családtagjaik segítik őket, ők küldenek nekik pénzt is. Az embercsempészek a határon megmutatják nekünk, merre kell mennünk, átszökünk, aztán pedig magunk folytatjuk az utat, ez a terv. Innen 3000 eurót kell fizetni, hogy eljussak Ausztriába. Obrenovácról most Szabadkára megyek, az a következő állomás, mondja ez az afgán migráns. Az itt lévő bevándorlók Törökországból vagy Görögországból, Bulgárián keresztül jutottak el Szerbiába, és 3-4 ezer eurót fizettek érte. Még legalább ugyanennyi lesz a tarifa, amit ki kell fizetniük az embercsempészeknek. Nincsenek papírjaink, ezért nem tudunk legálisan próbálkozni. Illegálisan fogunk próbálkozni. 3000 euróba kerül, hogy eljussak oda, ahova indultam, mondta ez a férfi. Vagyis törvényes utat senki nem tervez. A többség Németországba, Franciaországba, Svájcba vagy Belgiumba készül, és mindenféleképpen a magyar határon keresztül. Magyarországon keresztül fogok menni, azt még nem találtam ki, hogyan, taxival valószínűleg, vonattal esetleg. Magyarországról Németországba akarok jutni. Nincs tervem, hogy ott mit fogok csinálni, csak mehessek, mondta ez a pakisztáni illegális bevándorló. Ez már a vajdasági Zombor. Naponta érkeznek ide buszokkal is a migránsok a déli területekről. Minden járaton legalább 15-en, 20-an vannak. Volt, hogy a fél busz tele volt velük. Megérkezek velük ide Zomborba, itt várják őket a taxisok, és illegális útvonalon hatalmas összegekért átszállítják őket Magyarországra. A többi utas ezt tűri. Van, hogy 15-20 percig szellőztetem a buszt utána, mondja ez a belgrádi buszsofőr. A buszállomás környékén élő lakosok azt mondják, rémálommá váltak a mindennapjaik. Olyan érzésük van, mint a több bevándorló lenne már az utcákon, mint helyi lakos. A migránsok folyamatosan ott mozognak a házak körül. A helyiek félnek már a boltba is elmenni, és a családtagjaikat is féltik elengedni otthonról. Látom, ahogy tömegesen érkeznek, nem családok jönnek, hanem fiatal férfiak. Nekem nem úgy néznek ki, mint a menekültek. Sokan vannak, csoportosan mozognak, ide jönnek az ablakomhoz, néznek be. Itt az egyik sarki házba be is törtek. Szemetet hagynak maguk után. Nem vagyunk biztonságban, éjjel-nappal jönnek autóbuszokkal, a taxisok is hozzák viszik őket, nem érzem magam biztonságban. Van egy 18 éves lányom, sokszor volt, hogy ide feküdtek az ablakom alá, itt aludtak. Hívott a lányom, amikor jött haza, hogy menjek ki érte, mert fél bejönni a házba, mesélte ez a helyi nő. Itt is gyakori, hogy elhagyatott házakat foglalnak el. Az MH stábját be is engedték az egyikbe, és megmutatták, milyenek a körülmények. Rögtönzött konyhát alakítottak ki, mindenhol szemét, az emberek a földön alszanak. Ez az afgán migráns már legalább 2 hete van itt. Nincsen útlevelünk, nem tudunk törvényesen menni, úgyhogy illegálisan próbálkozunk, Magyarországon keresztül. Egyszer már próbálkoztam, de a magyar rendőrök visszaküldtek Szerbiába, mesélte ez a férfi. Taxissal egyeztetnek a fuvarról ezek a migránsok, de úgy tűnik, nem sikerül megállapodni első és második próbálkozásra sem. A harmadik sofőrrel viszont már üzletet kötnek. Rendszeresek az ilyen jelenetek a szerb-magyar határ szerbiai oldalán. A taxisok egy része átállt arra, hogy a migránsokat fuvarozza a határ szerb oldalának közelébe. Ők vélhetően az embercsempész szervezetekkel is kapcsolatban állnak.
Ausztriába fogok menni, Magyarországon keresztül. Próbálkoztam már, de a magyar hatóságok eddig mindig visszafordítottak. Belgrádból busszal jutottam el ide, mondta egy indiai migráns. A migránsok egyre nagyobb összegeket fizetnek ki az embercsempészeknek. Az elmúlt években csaknem 10-szeres volt az áremelkedés. 2015 előtt néhány száz euró is elég volt, hogy Szerbiából a migránsok eljussanak Ausztriába. A legtöbben többször is lebuknak a magyar oldalon. Éppen ezért az embercsempész szervezetek garanciát vállalnak, így ők is csak akkor jutnak pénzükhöz, ha a migránsok megérkeznek a céljukhoz. Az utóbbi időben egyre több támadás éri a déli határt védőket, az elmúlt napokban fegyverrel is fenyegetőztek. Horváth József biztonságpolitikai tanácsadó az M1-en azt mondta, tapasztalt katonák vezetik az illegális bevándorlókat Magyarország déli határán. A migránsok pedig a dobálásoknál hadműveletekben szokásos taktikát alkalmaznak. Olyan ez, mint a sportnál, hogyha a grundon beáll egy profi játékos focizni, kosárlabdázni, akkor a mozgásából a többiek abszolút látják, hogy ő nem egy tehetséges amatőr, hanem egy profi játékos. Ugyanígy, ha most a határnál megnézzük a legutóbbi napok felvételeit, látszott például az, hogy a migránsok, amikor megközelítik a határt, például zárt alakzatban mennek egymás után szépen rendezett sorban, tehát valaki vezényli őket. Amikor a határ közelébe érnek és a támadást megindítják, akkor mögöttük ott van egy férfi, aki jól láthatóan instruálja és hergeli őket, tehát nem engedi, hogy egyszerűen visszaszaladjanak a határtól, hanem folyamatossá teszi ezt a támadást. És nyilvánvaló, hogy ezek a támadások nem önmagukért valóak, csak nem azért hajtják végre, hogy kieresszék a gőzt, és ők most megmutassák, hogy a kerítés túloldalán ők is tudnak bátrak lenni, hanem nagy valószínűséggel arról szól, hogy igyekeznek egy adott területre koncentrálni az ellenfélnek az élő erőit, és ezt kihasználva mondjuk más határszakaszon pedig megpróbálnak nagyobb egységeket, vagy nagyobb csapatokat átcsempészni a határon, ahol úgy gondolják, hogy ilyen időszakban kevesebb az őrizet. Fel lehet erre készülni, és ne felejtsük azt el, hogy a magyar határon az élőerő mellett technikai biztosítás is van, tehát az éjjellátó kamerák, mozgásérzékelők bejelzik azt, hogyha más területen is mozgás van, csak hát nyilvánvaló, hogy ilyenkor az időfaktor az, ami fontos, úgy gondolják, hogyha nyernek néhány percet, és a kétszeres akadályt leküzdik, akkor a túloldalon, mint amire a napokban szintén volt már példa, hogy ott várják őket a fuvarozók, akik egy-egy mikrobuszba akár 20-25 embert is bepréselnek, és nagyon nagy sebességgel indulnak az autópálya felé, mert úgy gondolják az embercsempészek, hogyha az autópályáig elérnek, ahol nagy a forgalom, ott már megint csak kvázi láthatatlanná tudnak válni az ellenőrzés szeme előtt. Nem véletlen volt az, nyilvánvaló, hogy a kormányzatnak voltak titkosszolgálati információ, hogy mire készülnek a túloldalon ezeket a kvázi fegyvereknek a bevetése kapcsán. Nem véletlen az, hogy az elmúlt hetekben sisakot, repeszálló mellény, pajzsokat osztottak ki a rendőröknek és a katonáknak. Hiszen ha megnézzük, akkor látható volt az is, hogy a felvételkel például csúzlikat használnak, és itt nem a vásott gyerekeknek a ablakot betörő kezdeteges eszközéről van szó. Vannak olyan professzionális, majdnem, hogy azt mondom, hogy katonai bevetésre alkalmas csúzlik például, amelyek akkora sebességgel tudnak egy csapágygolyót kilőni, hogy az életveszélyes sérüléseket tud okozni adott esetben. Ezek a kevlár sisakok például egy kalasnyikov lövéseket is el tudnak hárítani, ezek a pajzsok szintén abszolút mértékben, és ne felejtsük el, hogy ezek a repeszáló mellények akár még egy késes támadásnál is megfelelő védelmet nyújtanak. Nagyon sok irányból jönnek olyan férfiak, akik vagy már effektív harci tapasztalata is rendelkeznek, vagy kaptak olyan kiképzést, hiszen Szíriában látjuk, hogy hosszú évek óta polgárháború dúl. Tudjuk azt, hogy az iszlám állam kiképezte a harcosait, professzionális felkészítést adtak. Közelharctól kezdve városi harcon át, robbanószerekig, nagyon széles skálán mozgott ez. És ne felejtsük azt sem el, hogy tavaly őszóta Afganisztánból, ahol hosszú-hosszú évtizedek óta gyakorlatilag folyik egy polgárháború, hogy ott generációkon keresztül halmozódtak ezek az ismeretek, és azok a fiatal férfiak, akik abból a térségből jönnek, azok hozzászoktak
hozzájárultak az ilyenfajta erőszakhoz, az ilyenfajta műveletek végrehajtásában is effektív gyakorlatot és rutint szereztek. A kiképzés mindig arról is szól, hogy a másiknak a kiismerni a stratégiáját, tudni azt, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésére, és ne felejtsük azt, hogy ezek a szervezett bűnözői csoportok, azoknak módjuk, idejük van arra, hogy egyrészt tapasztalatokat gyűjtenek, hogy látják azt, hogy hogy lép fel az adott esetben, milyen erőket alkalmaz, mennyi idő alatt tudnak reagálni, milyen a technikai eszközöknek a hatékonysága. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy igenis törekszenek arra, hogy kiismerjék a magyar határőrzetnek a, hogy úgy mondjam, a minden pontját, amit ők úgy is értékelhetnek, hogy hol van reális esélyük arra, hogy sikeresen hatoljanak át. A jó idő kezd beköszönteni, azzal együtt egyre több ember fog a Balkánon elindulni, hiszen látjuk azt, hogy Törökországon keresztül Afganisztán irányából, illetve az afrikai térségből is egyre több olyan ember van, aki sajnálatos módon, de meghallja az Európai Uniónak a hívó szavát. Határvédelemmel kapcsolatos információkkal minden hétköznap jelentkezünk itt az M1-en, ugyanebben az időpontban 3:49-kor. Tartsanak velünk legközelebb is!